Jó napot kívánok, Varga Szintia vagyok. Önök a Völtségi magazint látják. Mutatom, mi van mai kínálatunkban. Folklórműsor, babgulyás, mézes sütemények, nem csak bor várta a születi felvonulókat Kéken. Megújult a Nagymányoki stadion. Az időseket ünnepelték Izményben. Nemzeti minősítő gyakorlatot tartottak Nagymányokon. Kutatók éjszakája Bonyhádon. Hagyományaihoz híven idén októberben is megrendezte születi felvonulását két település. A menet az óvoda udvarán gyülekezett, majd egy a faluban tett rövid sétát követően a sportpályán felállított színpadhoz érkezett. Itt számos helyi és a környező településekről érkezett fellépő műsorát tekinthette meg a népes vendégsereg. Idén sem maradhatott el a szüreti felvonulás Kétjen, a programnak az időjárás is kedvezett. A falu apraja nagyja a zeneszó mellett együtt indult el a település utcáin. A sort néhány fogat is tarkította, a feldíszített kocsin pedig vörös és rozébort vittek a vendégek kínálásához. A menet végül a folklór program helyszínére a sportpályán felállított színpadhoz érkezett. A kéti gyerekek mellett a felnőttek sem maradtak el a szerepléssel. A Nyugdíjas Érdekszövetség és a Hagyományőrző Asszonykórus is a színpadra lépett. A környező településről is érkeztek fellépők, a Zombai Általános Iskola a német nemzetiségi csoporttal és a néptánc tagozattal is képviseltette magát. Itt pedig már a következő fellépők várakoznak izgatottan. A rendezvény legfiatalabb táncosai a Zombai Virágszálak tánccsoportot erősítették produkciójukkal a közönség legnagyobb örömére. Gödrey Zoltán polgármester elmondta, idén is igyekeztek színes, változatos műsorral készülni, és természetesen nem maradhatott el a jól bevált és mindenki által szeretett gulyásleves sem, amellyel a színpadi programok után vendégelték meg a jelenlévőket. Minden évben hagyomány nálunk, hogy a nap végén, amikor az összes folklór program kötelező része lemegy, akkor egy közös vacsorával szeretnénk kedveskedni a fellépőknek, az érdeklődőknek, és aki kilátogat erre a rendezvényre. Valóban így van, a megunhatatlan, nevezzük így, a megunhatatlan babgulyás készül ma is. Addig ez lesz, amíg nem mondják azt, hogy ne legyen. Ez egy nagyon, nagyon jól összerakott étel, nagyon finom, ebben tényleg benne van minden, ami kell, és tényleg mindenkinek nagyon ízlik. Megint olyan jót főztök. Remélem, hogy nem lesz hiba. Nem, hát eddig mindig jó volt. Arról, hogy senki sem maradjon éhes, Forrai Tiborné és Antalné Pákozdi Katalin gondoskodott. Az asszonyok már délelőtt megkezdték az előkészületeket a hagyma, a füstölt bordaporc és a sertés húsok tisztításával, darabolásával. Délelőtt 9:30 már idejöttünk, és akkor ugye nekiálltunk megpucolni a sok-sok zöldséget, hagymát, fokhagymát, húsokat átvágtuk, és akkor 2:30-kor tettük oda főni.
Időközben a bab is az üstökbe került, ezen a felvételen már csak a zöldségfélék, a zeller és némi utána ízesítés volt hátra, no meg persze egy jó alapos átkeverés a körülbelül egy órás készre főzés előtt. Forrai Tiborné azt is elmesélte, az ételt saját recept alapján felső nánai módra készítik el. Persze oda rakjuk a hagymát fonyasztani, akkor mivel ez füstölt bordaporccal van, akkor először jön a bordaporc, utána a sertéshúsok egy idővel később, akkor a piros paprika, a paprika, paradicsom, gulyáskrémek, köménymag, fokhagyma, majd most bele a babérlevél, és amikor ez így nagyjából egybefőtt, akkor felengedjük vízzel, bele a babot, forrásra számolva egy óra és megfő, és akkor zellerzöld utánízesítés, csipetke tészta. Végül, de nem utolsó sorban a kétyi szüreti felvonuláson a finom vacsora mellett mézes kóstoló, házi sütemények és bor várta a fellépőket és a vendégeket. Este pedig utcabára vártak minden táncos lábút. Mintegy 57 millió forintból újult meg a Weber Ferenc stadion nagymányokon. A játékosokat immár modern öltözők és vizes blokkok várják, a drukkerek pedig új székekről szurkolhatnak. Mondhatni, teljes egészében korszerűsítették a Weber Ferenc stadiont nagymányokon. A mintegy 100 éves épületet utoljára 40 éve újították fel, úgyhogy ráfért már a renoválás, mondja a polgármester. A közel 60 millió forintos támogatásnak köszönhetően az épület teljes külső és belső felújítása megtörtént. Korszerűsítették a vizes blokkokat, az öltözőket és a nézőteret is. Emellett megújult az objektum tetőszerkezete és a teljes homlokzat. Közel 40 éve volt hasonló mértékű felújítás, ugye az épület az 100 év körüli, és 40 év volt egy nagyobb felújítás, úgyhogy már bőven ráfért a felújítás. Tudomásom szerint jelenleg az egyesületnek körülbelül 100 tagja van, én szerintem ez elég szép szám. Ugye van a felnőtt csapat, sajnos ifi csapatunk az idei szezonban nincs, de utánpótlásból van azt hiszem 4 korosztályban is utánpótlás csapat, rendszeresen járnak edzésre, szinte minden nap van edzés, pálya állapota tökéletes. Meg ez szerintem egy komoly csapatszellemet is ad az embereknek, összetartást. Bízunk benne, hogy a jövőben is így lesz, és csak bővülni fog a létszám az egyesületnek. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy régi álom válhatott most valóra. Itt Nagymányokon az utolsó felújításra közel 40 évvel ezelőtt került sor, és ezért is öröm elsősorban a nagymányokiaknak az, hogy de minden sportszeretőnek, focit szerető embernek, hogy ennyire sikerült felújítani ezt az épületet, nem csak a lelátót tudták rendbeszedni, hanem az öltözőket, vizes blokkokat, tényleg kulturált feltételeket teremtettek a hazai csapatnak és a vendégeknek egyaránt. Úgyhogy reméljük azt, hogy a nagymányok sikerrel veszi majd a bajnokságot is. Most megmondom őszintén, nem tudom, hogy kinek drukkoljak, mert Mányokon vagyunk, de ugyanakkor Bonyhád egyik csapata a Börzsöny az ellenfél, úgyhogy én majd meghúzódom egy sarokban. A nagymányoki csapat végül győzelemmel koronázta meg a Weber Ferenc stadion ünnepélyes átadóját. Az időseket köszöntötték Izményben. Az eseményt már 5. alkalommal tartották meg. Körülbelül 80 szépkorú látogatott ki a művelődési házba, ahol kötetlenül kedvükre ehettek, ihattak, beszélgethettek és szórakozhattak. A szépkorúakat különféle csokis süteményekkel, pogácsával és üdítőkkel várták, természetesen a pálinka, a sör és a bor sem maradhatott el. Az 5 órai műsor megkezdése előtt már nagy volt a nyüzsgés, a régi ismerősök és barátok nagy kedvel beszélgettek egymással. Az este fő célja az volt, hogy az idősek kikapcsolódjanak és jól érezzék magukat, mondta Kelemen Ferenc, polgármester. Mindjárt kezdetben egy vár gondolattal kis köszöntővel nyitunk, utána jön a Cappuccino együttes, ami egy órás műsort fog itt majd prezentálni nekünk, és utána követi egy vacsora, majd egy sütemény, egy desszert, és utána meg kötetlen beszélgetés, és bízom benne, hogy jól fogják érezni magukat, akik itt vannak.
Az, aki eljön, az szívesen jön, máskor is, eddig is voltak, ez most már 5. alkalom, hogy megrendezésre kerül. Aki az első alkalommal eljött, az azóta is itt van minden alkalommal, sőt, csapódtak is hozzájuk már páran, de még nagyon sokan vannak, akik vagy betegség miatt nem tudnak jönni, vagy éppen azért nem, mert nem akarnak eljönni. Ugye mindenkit nem tudunk idehozni, de hát azokról se feledkezünk meg, igaz, hogy nem most, de ez az idősek napi program után december elején minden 60 év fölöttinek ajándékcsomagot részesítünk, és azt mi visszük ki személyesen, vagy személyesen én viszem ki minden egyet is időskorúnak. Palkó Lajosné már nem izményi lakos, azonban a szíve még mindig visszahúz a völcségi településhez. Nem itt élek most pillanatnyilag, ugye, hanem csak 2 kilométerrel arrébb, de úgy vagyok vele, hogy az embernek a lába az elhagyja ezt a területet, még akkor is, ha csak 2 kilométer, de a szíve, az soha nem. A szívem az mindig itt van. És én bár álmomban is legtöbbször itt álmodom, mindegy, itt vagyok otthon. Igaz, hogy sokat, 30 évet dolgoztam itt, vagy nem csak 30-at az önkormányzat iskolánál, de előtt a TSZ-nél is, amikor TSZ iroda volt, akkor is már itt voltam, és nekem Izmény az itthon. Itt szeretnék most, hogy ezekkel az emberekkel együtt itt eltölteni 1-2 órát, és én tavaly is nagyon jól éreztem magam, és hát örömmel jövök. És polgármesterrel máskor is, meg a több, tehát tartom mindenkivel a kapcsolatot. Ler Anna is várta az estét, és boldog volt, hogy itt lehetett. Köszönöm először is azt, hogy meghívtak erre az alkalomra. Most vagyok itt másodszor, és nagyon örülök ennek, hogy összejöhetünk ilyen sokan, idősek. 24 évig dolgoztam egy helyen, Pécs városi polgármesteri hivatalnál. Hála az Úristennek, egészséges vagyok, el tudtam jönni időskoromra való tekintettel is. Tulajdonképpen én itt születtem ebben a faluban, ez a szülőfalum. És nagyon szeretem ezt a falut, és a népét is, mindenki. 5 órakor a polgármester köszöntő beszédével nyitotta meg az estét. A fiatalok talán nem gondolnak arra, hogy mi is voltunk fiatalok. Mi is voltunk boldogok, vidámok, szerelmesek, ábrándoztunk a nagybetűs életről. Hittük azt, hogy mi életünk gondatlan, felnőtlen lesz. A kor nem foglalkoztatott bennünket. Fiatalon mindent másképp, mindent szépnek láttunk és reméltünk. Kelemen Ferenc a szokásoktól a jövőben sem akar eltérni, a következő években is szeretne gondoskodni a szépkorúakról és megtartani az idősek napi rendezvényt. Az esten a Cappuccino zenekar ismert dalokkal szórakoztatta a közönséget. Az éjszakát, hogy soha se fél, bár a sűrűvet, csupa beszél, azt beszélik róla, ravasz, mint a róka, jön, lát, őszhat, felragyog az ég, s felkiáltuk én, s nyitott. Bonyhád járási völtségmentő csoportja nemzeti minősítő gyakorlatot tartott Nagymányokon. Az akcióban vízkár és viharkárok elhárítása volt a cél. Az eseményen részt vett több környékbeli önkéntes tűzoltó egyesület is. Nemzeti minősítő gyakorlatot tartott Bonyhád járási völtségmentő csoportja Nagymányokon. A Nagymányoki Egyesület mellett jelen volt még Bátaszék, Kakasd, Tevel és Bonyhád alakulata is. A mentőcsoport tagjai a reggeli oktatás után terepen folytatták az akciót, mondta Bartucz Máté, Nagymányok polgármestere. A gyakorlat célja, mint mondtad is, a nemzeti minősítés megszerzése. 2 kár helyszínünk lesz, víz és viharkár elhárítására lesznek minősítve a mentőcsoportnak a tagjai. A gyakorlat módszere az 2 részből áll, egy tantermi előadásból és egy terepgyakorlatból. Tantermi előadás az már reggeli órákban megtörtént, és jelenleg a terepgyakorlat helyszínén vagyunk, itt lesz mindkét kár helyszín is.
A mentőcsoportban fontos szerepet vállal a Nagymányoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ez is volt az oka annak, hogy a településen tartották a gyakorlatot, mondta a polgármester. Egy pár mondatban összefoglaltam az Önkéntes Tűzoltó Egyesületről egy-két gondolatot. Eddig is aktívan közreműködtek a településen bekövetkezett káresemények felszámolásában. Célunk az, hogy ne csak a településünk önmentő képességét fokozzuk, hanem mint bázisként a járásban is aktív szerepet tudjunk vállalni a települések segítésében, ezzel segítve a településeket és csökkentsük a hivatásos egységekre nehezedő terheket. A szervezetben lévő tagok nagy előnye a szakmai tudásuk, felkészültségük mellett a járásban kiemelkedő helyismeret, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan tudjanak reagálni az adott káreseményekre. Mentőcsoport elsődlegesen árvíz és viharkárok felszámolásában tud majd aktívan közreműködni. Az ehhez szükséges technikai eszközök rendelkezésre állnak, illetve törekszünk az elméleti és gyakorlati képzésekkel növelni az egyének szakmai gyakorlati tudását. A Nagymányoki alakulat már a bonyhádi önkéntesekkel is együttműködött korábban, például a kadarkúti viharkároknál a tetők nájlonozásában, amik a heves égeső miatt sérültek meg. A két csoport 4-4 fővel kivonulva, és a hétvégéjüket is beáldozva mentek ki a veszélyhelyzetet elhárítani, mondta Hucker András, az egyesület parancsnoka. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület adja, talán mondhatom így, hogy a gerincét ennek a mentőszervezetnek, hogyha ilyen jellegű károk voltak eddig is, akkor a Tűzoltó Egyesület riasztva lett, így viszont nem csak Nagymányok településen, hanem az egész Völgység területén, ha nagyobb viharkár vagy árvízvédelmi feladatra kerül sor, akkor oda is riaszthatók leszünk, mert az Önkéntes Tűzoltó Egyesület vonulási helye eddig Nagymányok és Kismányokra terjedt csak ki. Van, akiknél generációról generációra száll ez, mint például nálam is, vagy nálunk is, és van, ahol az önkéntességet, az önkéntes segítség nyújtást felmérik, hogy erre mekkora szükség van, és önként lépnek be a fiatalok, idősebbek egyaránt. Nagymányok a katasztrófa védelemmel egyeztetve a jövőben is tervezi hasonló minősítő gyakorlatok és oktatások megtartását. Számos érdekes előadás színesítette a kutatók éjszakáját Bonyhádon, ahol főként természettudományi témakörben kínáltak programokat. Számos érdekes előadás színesítette a kutatók éjszakáját Bonyhádon, ami a Völgységi Múzeumban került megrendezésre. Én arról szeretnék inkább néhány szót ejteni, hogy ebben az évben azt hiszem, hogy nem számoltam meg, de nem volt olyan hónap, amire ne jutott volna egy olyan neves rendezménye a Völgységi Múzeumnak, amire igazán mindjárt büszkék lehetünk. Már itt a helységben is látható a 160 éves a Bonyhádi Engermalom kiállítás, amikor a Malom történeti napot tartottuk és konferenciát, de volt itt már ebben a teremben az idén női tudományos előadás sorozat, meg nem olyan rég az értékek nagyra, szóval nagyon sok minden program követte egyiket a másik után, és mindig nagyon neves előadókkal és nagyon érdekes programokkal és előadásokkal találkozhatunk, ami azt gondolom, hogy mindenkinek érdekes érdeklődéssel kielégíthette. Én egy valamit hiányolok, ez most is így van, de bízom benne, hogy előbb-utóbb beérik a dolog. Az a lelkes csapat, aki itt dolgozik a múzeumban, most már egy jól összeérett csapat, igazgató vezetésével, nagyon sokat tesznek azért, hogy mi, bonyhádiak részese lehessünk olyan országos vagy akár európai programoknak, mint amilyen a mai is, hiszen a kutatók éjszakája is, ez a rendezvény is már Európa szerte 17 éve megrendezésre kerül, hogy a bonyhádi közönségnek, az érdeklődő közönségnek, hogy igazán oda találjunk hozzájuk, és egy picit nagyobb számmal vegyenek ezeken a programokon részt, mert szerintem érdemes. Remélem, hogy sokáig kitartóan fogjátok szervezni a jövőben is, hogy megtiszteljük az előadókat is, és benneteket is azzal, hogy mi magunk részt veszünk ezeken. Bonyhád polgármestere emlékeztetett. Az elmúlt időszakban számos olyan rendezvényt hívott életre az intézmény, amely egyrészt minőségi szabadidős elfoglaltságot jelentett az érdeklődőknek, másrészt tudományos megközelítésből is érték volt. A program résztvevőit Farkas István Gergő is köszöntötte, kiemelve, hogy ezúttal is nívós programnak adhat helyet a múzeum.
Most a kutatók éjszakáján a természettudományos előadásoké a hangsúly, és 4 izgalmas előadót fogunk meghallgatni a Pécsi Tudományegyetemről, akik változatos biológia-földrajz témakörökben fognak előadásokat tartani az érdeklődőknek. A csípőszúnyogoktól Indonézián és a Szaharán át a geotermiáig számos témakör került elő az eseményen. Leszűkítettük a kört a valódi szúnyogokra, csípőszúnyogokra. Ha láttuk a Jurassic Park című filmet, talán emlékszünk még rá, amikor a borostyánba bekövesedett szúnyog potrohából kinyert vérből DNS alapján újra élesztették a dinoszauruszokat. Az intézmény következő programja is már szervezés alatt áll. Október 7-én szombaton a Múzeumok őszi fesztiváljához idén is csatlakozik a Bonyhádi Völgységi Múzeum. Mindig öröm, amikor Bonyhád is csatlakozhat egy országos programsorozathoz, és szeretettel invitálok mindenkit, hogy akinek esetleg egy hétköznapi alkalom nem alkalmas, de a hétvége jó lenne, csatlakozzon hozzánk, szeretettel várjuk. A múzeum fontosnak tartja, hogy a fiataloknak is kedvezzenek, így az esemény élőben megtekinthető volt az online térben is. Viszontlátásra!